Ebből három az enyém. Tegye a csomagtartóba. Már is. Nem történt tévedés. Még 2000 darabot kérek a 4784-es modellből. Műanyag hűtőtáska. Szállítsa le, a többi az én dolgom. Ne kéket. Inkább pirosat. Az jobban megy. Tegye le. De nehogy kiborítsa. Azt mondja, ha a negyede lehet kék, akkor a pirosat olcsóbban megkapjuk. Kék nem kell. Különben sem fogunk fizetni. Az összes piros legyen. Akkor is, ha többbe kerül. Köszönöm. Viszlát. Ki lesz a csirkés? Az enyém. Azt hittem, hogy simábban megy a dolog. Népszerű ez a vacak. Mindenki akar egyet. Ha jó áron adjuk, pillanatok alatt elfogy. Kiállítunk egy nigériait az utcára, aki néhány dollárért árulja ezeket a hűtőtáskákat. És úgy fogják elkapkodni, mint a cukrot. A repülőjegyekkel mi a helyzet, Dévi? Mégis mi a frászt mondjak az utazási irodáknak? Minek egy sportáruháznak egy rakás repülőjegy? Mondd, hogy reklámfogás, hogy az év vásárlójának, a hónap dolgozójának, vagy tudom is én, kinek akarod adni. Ne idegeskedj, semmi probléma nem lesz belőle. Abból sem, hogy hirtelen egy csomó marhaságot rendelek nagy tételekben. Hűtőtáska, ásványvíz. Ha a szállítók rájönnek, hogy nem fizetek, szólnak a zsaruknak. Gondolkodtál volna, mielőtt adósságot csináltál. Tartozol, úgyhogy azt teszed, amit mondunk. Ha csak most rögtön nem egyenlíted a számlát.